Majd 10 esztendővel ezelőtt az egykori iskola épületéből óvodát alakított ki Nagymányokváros önkormányzata. Akkor úgy tűnt, soha nem telik majd be lakókkal a felújított épület. De az élet rácáfolt a kétkedőkre, és ma már nyugodtan ki lehet tenni a teltháztáblát az ajtóra, a térség fejlődése magával hozta a gyereklétszám bővülését is. Ez aztán további lépések megtételére késztette a döntéshozókat. Bármilyen hihetetlen, megtelt, olyannyira, hogy a bölcsődei csoportot ki kell vennünk az óvodából, és egy önálló bölcsődét hozunk létre, ami itt épül mögöttünk. Mondta Karl Béla, Nagymányok polgármestere még a tavasz folyamán az örömteli hírt. Csak hogy az élet megnehezítette a helyzetet. Történt, hogy az áremelések hatására a megnyert forrás nem volt elegendő, így pótfinanszírozást kellett kérni a beruházásra. Időközben a vállalkozást végző cég is kivonult a projektből. A település vezetése azonban nem adta fel a terveit. Bonyodalmas ügyben vagyunk, mert ugye ennek az épületnek, ez a Nagymányoki épülő bölcsőde, ennek már volt egy kivitelezője, aki elvonult, mert a általa megpályázott összegből nem tudta befejezni. Új közbeszerzést írtunk ki, van új kivitelezőnk, most nagy lendülettel végzi a munkáját, bár nem mindenki így látja, de én úgy gondolom, hogy ez a ütemtervnek megfelelő és jó munkát végez, szép munkát végez. De itt is eljutottunk addig a pontig, hogy be kellett neki jelenteni, hogy sajnos egy pótfinanszírozásra lesz szükség, mert sajnos mindenki ismeri az árakat, hogy ami 120 forint volt, most 500 meg 600. A célára, vakolóanyagok ára, burkolóanyagok ára. Ettől függetlenül úgy néz ki, hogy egy pótfinanszírozási iránti kéremet benyújtunk. Ő nem állt el a munkákkal, hanem nagy lendülettel végzi. Én úgy gondolom, hogy azért jó esélyünk van, hogy szeptemberre kész leszünk, és akkor januártól már engedélyekkel tudjuk üzemeltetni az óvodát. Belső vakolás kész, vízszigetelés kész, hőszigetelés kész. A gépészeti munkákat végzik most, villany, vízfűtés. Úgy tervezzük, hogy meg lesz az ajzatbeton és a külső burkolás. Közben itt épül a csapadékvízrendszer az egész új telepen. De ez sem ment egyszerűen, hiszen a beruházás közben derült ki, hogy a tervekbe szereplő közművek nem a dokumentáció szerinti helyen futnak. A bontási munkák közepette az is kiderült, hogy a hajdani víz és gázcsövek keresztezik egymást. Ezt a helyzetet is rendezi a mostani építkezés. Most az első 100 méter idáig megvan, ez teljesen kész. Nyilván földmunka van még, meg takarás. Most kiástunk megint 100 métert, a házi bekötéseket már a kollégák befűzgélték, és ha jön a vizes csapat, akkor egy nap alatt ezt a szakaszt megszerik, ráhegeztik, kifertőtlenítik, és már estére van víz mindenhol, és akkor még lesz egy 100 méteres szakaszunk. Nagyságrendre kevesebbe kerül, mint ha ezt egy kivitelezőn megrendeltük volna. Mert hogy Nagymányokon a beruházások jelentős részét helyi kivitelezésben hajtják végre. Építettek már utcát, ástak ki és fektettek le vezetékeket, újítottak meg középületeket, megtakarítva ezzel jelentős költségeket. A mostani esetben a kalkulált 100 millió forint helyett alig 15 millióból fektetik majd le az új telepen a közműveket, és kap majd új útburkolatot az utca, valamint minden ház kocsi bejárója is.